Hello srácok, itt Orsa Bál, és hogy azt a videó címéből, illetve a képernyőtökön látható képből is kitaláltátok, egy vadi új let's play-be kezdünk bele. Ugyanis úgy gondolom, hogy a hosszú kihagyás után nem árt egy kis vérfrissítés a csatornán. Ennek eredményeképpen pedig a State of Decay sorozatot felváltja a Walking Dead, mely témájában ugyanaz, viszont kivitelezésében teljesen tökéletesen ellentétel a State of Decay-nek. Ugyanis ez tulajdonképpen egy interaktív sorozat, mely jelenleg 5 részből és egy DLC-ből áll. A tudtommal elég régen kezdődött már ez az egész, és ugye ez egy valódi sorozat, amit viszont egy képregény, vagy lehet, hogy fordítva nem vagyok jártas ebben a dologban ihletett. Tehát tulajdonképpen úgy éled át az epizódot, hogy te irányítod a karakteredet, és a döntéseid befolyásolják azt, hogy hogyan is sodorlik tovább a cselekmény, és ez egy nagyon jó dolog szerintem, követendő példa lenne. Sok szempontból a sok további játéknak, vagy képregény adaptáció játéknak, vagy film, illetve rajzfilm adaptáció játéknak. És hát ugye, ahogy mondtam, mivel a State of Decay utódja lesz ez a sorozat a csatornánkon, ezért nyilvánvalóan ez is a zombi apokalipszis idején játszódó játék lesz, illetve olyan tematikájú. Tudtommal a Walking Dead a legnézettebb sorozat manapság. Persze ezt nem lehet annyira pontosan megállapítani, mint mondjuk anno a Lostnál, amikor kikiáltották, hogy az a legnézettebb sorozat a világon, és ezt a televíziós nézettségi mutatókra alapozták. Mert akkoriban még nem volt annyira elterjedt az internet, illetve a torrentezés, és hát mivel manapság a legtöbben lekalózkodják a sorozat részeket, ezért nem pontosak a tévés mutatók, hogy tulajdonképpen mennyien is tekintik meg a sorozatot, nem nagyon lehet megítélni, de a televíziós mutatók alapján ez a legnézettebb sorozat ma a világon, megelőző például a Trónok harcát, ami az én kedvencem. A sorozatot nem néztem, egyetlen egy részt sem láttam, sőt, ennek a Let's Play-ből is egy 20 percet maximum, tehát igazából fogalmam sincs, hogy mi fog történni, és hogyan fogom megoldani a helyzeteket, illetve hogy milyen döntések, milyen kimenetelük lesz a cselekményre, illetve a sorozatra. Éppen ezért ne vártok egy tökéletes és nagyon gyors végigjátszást, mindenképpen akadozni fog a szekér többször is, és igyekszem úgy a történetre odafigyelni sokszor. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan sikerül ez az egész, de azért ne üssétek a fejeteket az asztalba, hogyha mondjuk ti már látjátok, illetve láttátok és tudjátok, hogy mit kell csinálni, és én balfékoskodom, és nem vagyok halandó, vagy nem vagyok képes, hogy tovább jussak. No, de azt hiszem, hogy így ennyi elég is lesz egyelőre így bevezetőnek, és ugorjunk is neki az első epizódnak. Nos tehát, láthatjátok, hogy magyarított lett a játék. Ez fontos azért, mert mivel ez egy baromira történet központú játék lesz, éppen ezért hát tulajdonképpen abból fog állni az egész let's play, hogy olvassuk, ami a képernyőn íródik, és amit üvöltenek a karakterek, mert általában azért mérgesek lesznek, hát egy elég feszült időszakot fog élni itt mindenki. Nekem ugye azért jó, mert azért szinkron nem készült szerencsére a játékhoz így. Angolul is mondják, és én azt preferálom inkább. De azért, hogy a angolul nem tudó nézőinkkel szemben ne legyen diszkrimináció, éppen ezért magyar lesz a let's play, és remélem ennek örültek többségében. Stílszerűen éjszaka játszom a játékkal, ma vaksötétben, és a házban mindenki alszik rajtam kívül. Úgyhogy lehet, hogy egy picit halkabban fogok beszélni, és nem fogok ordítozni, de remélem, hogy ez nem volna semmit az élményből. Hát ez tulajdonképpen csak éppen, hogy elindítottam, hogy megpróbáljam, hogy hogyan működik az új fejlődő program egy vadi, teljesen újra rakott gépen. Remélhetőleg minden úgy sikerül, ahogy elterveztem. Persze lehetnek kisebb technikai problémák, ahogy már voltak is korábban a csatornán, de remélhetőleg most nem fog beleszólni a technika ördöge, és élvezetes játék lesz majd. Nem tudom, hogy mennyire van teleszórva a jumpscare-ekkel a játék, azért a témájából adódóan várhatóan lesznek benne paráb jelenetek, természetesen.
18 éven felül nézőinknek ajánlom a sorozatot szintén, mint a State of Decay-t, legalább annyira kemény lesz. És ugye ez az epizód 1, tehát te írod az epizódot tulajdonképpen, erről szól ez az egész, te írod a sorozatot interaktívan és közben játszol. Nagyon jó ötlet, tehát mondtam már az előzetesben is. Itt van főhősünk, egy sötétbőrű, láthatóan rab, aki hát valószínűleg a börtönbe megy. Nem fog sokat beszélni, főleg amikor ők beszélnek. Does it really matter? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. Not for me. Because guys in your position already said it enough. Grafikáról annyit, hogy a, hát látható, hogy nem arra törekedtek, hogy marha realisztikus, és nem tudom mi legyen. Hanem inkább ilyen képregényszerű. You're from Macon. Yep, came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case. A bal felső sarokban mindig azt látjuk, hogy ha valami olyan olyan reakció lesz a karakternek, akivel beszélsz, ami aztán később hatással van eseményekre. Persze nyilván itt az elején még annyira nem igaz ez, de ez később valószínűleg jellemző. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? Ez you wanna know how I see it? I got much choice? Sure don't. Regardless, could be you just married the wrong woman. Yeah. What the fuck you must know, Mr. Shay. Most nem válaszoltam, szerettem volna, mert nem válaszoltam időben, előfordul. Valami történik, vagy ez sokszor jellemző lesz. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. He just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Érdekes bűnözői pszichológiáról van itt szó hirtelen. Jól beldobnak minket a lecsóba. This one's a little bit less depressing. Hilarious if I do say so. This other rohadék. Oh gosh. Elütöttünk valakit, nem tűnt egészségesnek. És biztos vagy benne, hogy az ütés után sem lesz az. Gyerünk,
föl kéne kelni, mert... Na mégiscsak. Hát az... Nem vagyok orvos, de gyakorlatilag nyíltörés. Legalábbis valami elég komoly szúzó, de hol sörétte? Ez mondjuk tényleg jó kérdés. Hey! Halló? Hey, officer! Are you alright? I'm still cuffed back here! Officer? That doesn't look good. You must have been checked in from the car. Jó, hát itt mint a végrángatták volna valakit. He's not moving. Köszönjük, Mr. Captain Obvious. Erünk. Jumpscare-re felkészülni. Már nincs messze. Ó, egy töltény. Itt meg ilyen jelöli a képernyőn, mivel azt a beállítást választottam, hogy segítsen a játékban, mivel most játszom először. Ezért jelöli a képernyőn a milyen tárgyakkal, illetve nem tárgyakkal lehet interakcióba lépni. Jó, lehet föl kell venni a sörétest. Nálam van a töltény, a Béla. Nála lennének a kulcsok talán, vagy kocsiban? Valószínűleg nála lesznek. Ott vannak a kulcsok. Gyerünk. Gyorsan. Másikat is. Ó, mentés, ez sosem jelent jót. Mi a? Jézus Mária! Gyorsan a sotit! Gyorsan a sotit! Oh, damn it! Gyorsan! Don't make me do this! Legőszintébb reakció. Haló? Help! Go get someone! There's been a shooting! No. Folytassuk is. Hajlandó játék. Jaj, ne. Nekem gyanúsan is tök történjem.
Jaj, ne! Ne balfékoskodj! Mondanám, hogy futás, de ez egy ilyen lábbal azért nem biztos, hogy annyira könnyű. Nem tudom, mi ez a szaggatás. Igyekszem majd utána járni, technika ördöge. Itt van. Gyerünk, mász át! A zombik nem tudnak kerítést mászni, első számú szabály. Második meg, hogy mindig fejre kell célozni nálunk. No, hát ezek tényleg nem tudnak kerítést mászni. Anyám, kozmetikust is rég láthattak. Bár nem tudom, hogy akinek hiányzik az állkapcsol, azon tud-e a kozmetikus segíteni, de nem vagyok kozmetikus, kozmetikai szakértő sem. Hello! Anybody? Leg way it is. Akkor kiáltsunk hátra. Anybody up there? Hello? Anybody in there? Help! I thought I saw a little girl in the forest. Így van. Are you up there? I'm not one of those things. Hát, te mondod. A nevedet se tudjuk. Majd a nevünket. Igen, a kamera az elég fura. Gyűrűk ura 3 óta nem láttam ilyet. Már a Gyűrűk ura 3 játék óta. Az is egy baromi jó játék, by the way. Próbáljuk meg kinyitni, hát nincs benn senki. Hello! Anybody home? We need a little help. Na, gyerünk, menni fog az. Coming in. Don't shoot, okay? Azt hiszem, ez egy méltányolható kérés. Légy szíves, ne lőjenek le. Hello? Not an intruder. Nem tudom, kéne keresni valami első segélydobozt, vagy akármit. Nem lesz ez így jó. Ezt a papírtörlőt, vagy akármit. Oh, damn it. Nem is néztem oda. Ez nem az én lábnyomom. Nekem gyanús. Remélem nem csúszol el rajt még egyszer. Ő lehet a kislány? Oh my god, finally! I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6:51 a.m. Clementine, baby! If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Ott sincs minden rendben, ha jól hallom. Daddy? Huh?
egy walkie-talkie. Hello? You need to be quiet. Igenis. Who is this? I'm Clementine. This is my house. Itt a kislány valahol. I'm Lee. Lee? You're not my daddy. No, I'm not. De miért is kéne csendben maradnom? Where are your parents? Savannah. They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. Igen, mondjuk az nem annyira okos, hogy nem... Can you see me? I can see you through the window. Nem szólalt meg, amikor hívtam. Oh, damn. Jaj, mám, ó! Mi, hol? Jaj. Nem tudom, hány szó kell még elesni. Hozott nekem egy kolapácsot. Azért. Teszed. Dögölj. Szép vagy. Ő jesszusom. Legőszintébb reakció megint. Did you kill it? Vagy valami más. Something else did. Before me, I think. I heard her scream two nights ago. Maybe one of the monsters got her. Two nights ago? Yeah, that's probably what happened. Már két éjszaka. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. Mi a Clementine tehát? You know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. Persze, vegyük még a nyakunkba őt is törött lábba. What should we do now? Természetesen nem várjuk meg a sötétedést. Before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Így van. Let's go. Stay close. Aranyos, megfogta a kezem. Ne fuss se, nem tudok rohanni. Kicsit nem funkcionál a lábam megfelelően. Nem tudom, feltűnt-e. Arra? Jó van szívem, te mondod. Ó, emberek. This sucks. Oh, it's hot dish night. Yes. Nem árt, hogyha van élelem. Hello! Tudom, hogy mozgásom kicsit olyan, mint egy zombinak, de nem vagyok az esküszöm. What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? I won't leave you alone. Let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Okos kislány. Nem tudom, hány éves lehet. Nem hinném, hogy olyan 8, max 10-nél több. Hey, man! Holy shit! Don't eat us! Ne. We're not gonna hurt you. Yeah.
thought for a second you and the little one were both gonna give us the jump. We need help. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Lee, this is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. Nagyon jól hangzik. Just some guy. Yeah. She's alone? Let's get going. Már nem. Többé már nem. Mistake. What do you want to do? I... Your monster's coming. We gotta go. Lee, quick, let's go. Toljuk öreg. Te még mit csinálsz a pick-upnál? Nézed, hogy jönnek-e? Jönnek, hidd el. Inkább segíteni, hogy tolni azt a szart. Nézd meg a 8 éves kislány tolja helyetted, hogy képzeled. Úgy fene agyába formára. For just some guy, seems like you saved a bunch of lives today. Jó. Hát egész jól alakul. Tehát, hogy onnan a kocsiból eljutottunk idáig egy törött lábbal, az már azt hiszem, hogy teljesítmény. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem szeretnék tovább jutni. Egy farmra megyünk, ott lehet akár kaja, stb. Még természetesen folyadéka jön, nagy szükségünk lesz. Hey Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Hello, legközelebb toljad a kocsit, ha megkéretlek. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here too. Been quiet as usual the past couple of days. Hope Reckon down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without you. Well, I'm glad you took them with you then. Meg nélkülem. Az előbb még dicsérte, el is felejtett. You brought a couple guests. Your boy's a lifesaver. Glad he could be helping somebody. So it's just you and your daughter then. Oh, not his daughter. He's... Hát a pozitív benyomással leszek rájuk, mert hát mégiscsak itt akarok aludni. Honey, do you know this man? Yes. Köszi. Okay then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Gotcha. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Köszönöm szépen. Igazán kedves némi antibiotikumra biztosan szükségem volna. Remélem azt hoztál is, nem mit tudom én morfiumot. Let's have a look. Yeah. This is swollen to hell. Csak pokol, vagy nem csak hogy megdúzott, hanem pokol ilyen fel. I bet it does. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Hello, Herschel. How'd this happen? Remélem kitisztítottad, vagy még nem. Autóba esett. That's so. Az őszinteséget preferálom majd ebben a játékban. Majd, nem tudom, hogy ez mennyire lesz majd egy jó alapel. Hisz nekem, mert el is várom. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there. Nem a lányom, de... I didn't catch your name, darling.
Clementine. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. Ez csak természetes. Necessary. Mi az, hogy nem? Ezek nem tudnak kerítést mászni, nem hallottad a hírekbe? Természetesen. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. Teenage girl with her guts spilled out on the floor stood up from the dead and tried to bite me. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Itt most szinte mindenik válasz, hogy szinte lett volna, de próbáltam a leghatásosabbat mondani. Beleverjem az istentelen fejébe. Jó, azért hálás vagyok neki, tehát segített. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Szerintem itt nem möltöz átra gondolt, hanem újra kell kötni, de mindegy, nem szívom a fordítók munkáját. Szó szerint azt mondta, hogy öltöz át, igaz, de nem feltétlen kell szó szerint érteni. Szerintem a tisztítás, sebb tisztítás után a újra kötözés. It smells like... Nem káromkodunk. Manure? Like when a horse plops? Just like that. Yeah. I missed my mom and dad. I bet. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. Hát, nem tudom, hogy hol vagyok. Atlanta állam. És Savannahba kéne eljutni, ami ugye Atlanti óceán part. De így most így nincs előttem a térkép így a fejemben. Konkrétan mennyit kéne menni. Hát, hogyha az embernek sebb láza van, gyakran vannak az rémálmai, előfordul. Itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? Nem vagyok az apja. Not a dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. Jaj, ne. We better get going. We want to hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. Az apja egy tipikus redneck, ahogy nézem, egy kacsa. Yeah. Nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable trait lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. But he makes up for it with enthusiasm. Lelkesen buta. The word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Nem biztos lehet. Sure, we'll tag along. It's a plan then. Honey, this is Lee. And what's the girl's name? Clementine. 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 That is a very pretty name. Thanks. Yeah. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Igen. Duncan and I will hop to it. Én szerintem még megbánod, hogy traktorba ültetett a kisgyereket, de hát tudjátok. Nem a lányom. Nem igazán nem bírják felfogni. Most már enyém az irányítás, jó. Én megkérdezem tőlük, hogy mi van. Elég nyugodtak vagytok. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh, how's that? Első osztály. It's easy.
első osztályos. Akkor tényleg úgy 7-8 éves lehet a körülbelül. Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past 3 days. It's peaceful here, isn't it? Győzni meg róla, mindenkivel beszél. So, what do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale. Like Hershey. Állatorvos, az nagyon-nagyon-nagyon jól jön, hogyha valakinek orvosi szaktudása van ilyen időszakban. I used to teach up at the University of Georgia. Az annyira nem annyira hasznos, azt kell mondjam. Azért ahhoz képest egy egyetemi tanár. We'll all be home soon. Tehát az képest, hogy egyetemi tanár vagyok, egész jól értek hozzá, hogy kell beverni egy élő halottnak a koponyáját. Vagy a shotgunnal lyukasztani ki. It's okay. It's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow. Meg szimpatikus ez a nő. Nagyon fontos itt a, hát ugye a kapcsolatokat hogyan alakított ki, mert ez lehet befolyásolni az egész történetre. Szóval egy pár dolgot azért elolvastam előre, hogy azért... Anybody in their right mind or families and barbecues and beers with good friends. Azért ne üljek itt neki teljesen süketen. Those are the things we live for, right? But those go, what's the point? Back in a bit. Okay, Lee. Clem, veled mi van? You having a nice time with Katya Clementine? Yeah. Okay. Ennek körülök. Ő kicsoda. Kenny? Ja, tényleg a Redneck. Tökös csávó. Nem akarom megtudni mennyire. Hey there, Kenny. Need any help? No, I think I got it. Okay. Do you need any help? What do you mean? I mean in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? I think I've got it handled okay. Long as I keep her safe, I think I'm doing all right. With those things out there, maybe. Sure, that's enough. But you gotta ask yourself if you're the type of guy who can do better than that if her parents don't show up. I'll keep that in mind. És a szülői pszichológiáról. How's your son doing? Van szó, tehát azért nagyon tettérközpontú és nagyon karakterközpontú ez a, hát tulajdonképpen nem játék, hanem ez sorozat, interaktív sorozatnak hívnak. Ők nagyon mély dolgokat is érinthet a, hát a társadalmások. Megint belepofázok itt a mondandó babocsára. We're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. Oh, yeah. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's most interesting about the info but it's not wild about it. Van egy hajója. Not bad. Nem tudjuk, hogy hol. És nagyon tudom megkérdezni most már, de van neki egy hajója és a szülei a kis csajnak egy, hát az óceán parton laknak. Ezért, hát én nem tudom, hogy mi sül ki ebből, de valószínűleg oda kéne majd mennünk. Vagy nem tudom. You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the US Farm Bill. I'm good. How you doing, Doug? Good. I'm gonna drive the tractor. Ne baszogasd. Lift with your back, Sean. Hey, Lee. Need a hand? That'd be great. If you could cut those two guys to length, that sure speed things up. Jó, miért is ne? Valamit csinálják már én is, bár igaz, hogy törött lábam van, és hát elvileg egy fél év kéne, amíg egy ilyen helyre jön, de hát egy nap után már itt fűrészelgetek. Jó, hát nem mondták ki, hogy törött. Nem biztos, hogy az csak lehet egy nagy vágás, vagy valami. A boy. Just shot him right in the face. Was the boy one of the walkers? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. He didn't even hesitate.
He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh. I had to shoot one. I could shoot one. Meg egyet a Jokerben, nem csak nem tudtam a kettőt egyszerre mondani. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? My brother and parents are in Macon. I hope. No man, I hope so too. Maybe it's not too bad there. That's probably all I need cut for now. Thanks. And Sean, thanks again for the ride. No problem, Lee. Couldn't leave you behind. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. A pajtában. Kell menni a faterhoz. Az a nagy piros, ahol aludtam nyilvánvalóan. Igen, ott van az öreg. How'd you get out of Atlanta? I got a ride and then I was in a wreck. Walked until the boy found me. Well, you're no worse for wear. Well, his farm's a nice plot of land. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. That's all that matters. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family now? Ők erre választottam volna én valamit, mert jó, most kell. My parents are in Macon with my brother. Megyen. Well, I hope they're all right. And then you got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? I was being attacked and she came to my rescue. Igen, tulajdonképpen hozott nekem egy kalapácsot, ami megmentette az életemet, úgyhogy... Can I give you a piece of advice? Persze. Sure. I don't know who you are or what you did. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. At least you have the common sense to listen to a man giving you advice. Go! I'll get my gun. Arra szükség lesz, úgy érzem. Ó, te jó ég. Ugye? Ugye megmondtam, hogy nem szabadnak idiót a gyerekre rábízni a traktort. Megint baj csinál. Ó, Jézus Mária. Hogy kell? Hogyan? Mi azt, hogy nem választottál? Hogy kellett volna? Választani akartam a Sean-t. Nem reagált ez semmi, hiába kattintottam, hogy nyomtam a balrát, semmi. Igen.
Elvis got me, man. He tried to save me. Yeah. Hát nem első szándékból. Szegény Sean pedig kedvelte. Már is. Get the fuck out of here! I'm sorry. Sorry? Your son is alive. You don't get to be sorry. You tried to help him, but this piece of shit let him die. That man. I wasn't strong enough. I'm sorry. If your girl is ever trapped, you better hope you get stronger, or your friends aren't cowards. Please, just go. Get out and never come back. Azt hiszem elszúrtuk a lakást, vagy a meneinket. Kirám, és keresedünk másikat, mert az a kibaszott gyerek nem rávezette a traktort a csávóra. Got that ride to Macon if you want it. De hogy kellett volna oldalt választani? Nem ártana tudni. Mert ennek nagy jelentősége lesz a későbbiekben. Lehet, hogy megmentettem volna Sean-t, nem tudom. Bár valószínűleg így is eljöttük volna onnan, mert hát most csak nem éljük ott le az életünk hátra lévő részét, nem lenne túl izgalmas a sorozat. Egy hét alatt lényegé vagy három nap alatt itt totál apokalipszis. Hey there, you friendly? Truck's run out of gas. Nem tűnik túl barátságosnak. Éppen megzavartott falatozás közben. We're trapped! Ah! Ah! No! Jaj, megint az idióta gyerek. Jó. Kilőtt. Hát, hia. Nem is céloz rendesen, és mégis mindig fejbe találja a zombit, nem tudom, hogy csinálja. Étel. We can't take risks like this. Agyom. We can't just let people die either. When I say that door stays shut no matter what, I fucking mean it. We don't know who these people are. They could be dangerous. Veszélyes. Worse. They could have let them right to us. Where the hell is your humanity? They would have died out there. Whoa, chill the fuck out, lady. We're just people trying to avoid those things, just like you. Don't come in here and swear at me. I'll say whatever I want if you start threatening these people. You'll have to excuse her. The hell he or anyone will. And is about survival. Do you guys not see what's happening? Már kiesett az emberekből a bizalom. I have to pee. I go out there. Fine, Bert. In a minute, Clem. They've got kids, Lily. Those things outside don't care. Maybe you think érdekelhetne. You have something in common. God damn it, Lily. You have to control these people. Carly and Glenn just ran out there. I don't give a flying fuck. We're in a war zone. Lee, can you believe this lady? That lady's my daughter. I can see the resemblance. My son won't grow up to be a raging fucking lunatic, that's for certain. Son? Holy shit, son of a bitch. One of them is bitten. Nem. He wasn't bitten. Hell, he wasn't. We have to end this now. Hey, 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 yeah, check me.
will dig one hole. Semmi esze nincs annak az idióta gyereknek, és kacsának hívják, de azért nem kellene megölni. Ja, meg kibaszott idegesítő, ezt kihagyta. Milyen szarról beszél? Ez egy komplet idióta. Lily, I'll handle this. Your heart, Dad. You need to calm down. We kick his ass. That's what I'm thinking. Everyone, chill the fuck out. Nobody's doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us, and they will get in here, and none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. I don't know He's bitten. That's how you turn. He's not bitten. Please stop this. It's upsetting him. Oh, I'm upsetting him. Upsetting is getting eaten alive. What if this was your daughter? Never would have happened. She's not some snot-nosed toddler, okay? She's United States Air Force. Fuck oh. And her. I'm gonna kill him, Cat. Just worry about Duck. Lee. Yeah? There's someone in there. It's just locked. Key's behind the counter. Probably. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. Igen. She'll find the bite. Nem fog. She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, when she's dead, he'll probably pounce on your little girl. It's a little boy. I think we can handle it. A little boy? He'll be an uncontrollable man-eater. It is. And we're tossing them out now. Knock this guy out. Jesus. Ez legalább azt hittem nagyon tűz, Kenny. Meg hallgatni kellett volna a 8 éves kislány, megidőmöltek ki az igazság. Jaj, nem, megint elesekezni nekem a mániá. Gyerünk, állj föl. Néztem, hogy mi a szarval, úgy nyomkodtam a kút, és mi soha életembe talál. Me. Na. You okay? Köszönöm. Just great, thanks. Guys. A lényeg, hogy első percig fogva kedvelik egymást, semmi más nem számít. I don't know. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and Richie Triggerfinger. That was stupid. That was... Mi van? Nem mondtam, hogy nyugodjon le. What's wrong with it? It's his heart. My pills. Nitroglycerin pills? Yes, we're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there. Behind the counter where the pills are. There's probably another entrance. Maybe through the office. How do you know that's an office? Educated guess. It doesn't matter. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. No, elnézést. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Mi soha megyünk? There's a motel not too far from here. Out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. Te ki akarsz menni? You know your way around? Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you? Yeah. What's your name? It's Lily. My dad's Lily. Lily is Larry. Keep a good eye on him. Larry, I check for it. I'm getting you your medicine.
That's right. Nyugodtan kijelenthetjük. You keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And Doug. I'm Carly. Okay, Carly. Hey, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot. I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. Hát nem tetszik neki, Kennyt kiáltották ki főnöknek, de mindegy. Nos, hát azt hiszem, hogy mivel most volt mentési pont, meg amúgy is már így azért egy pilot epizódnak elég lesz szerintem, ezért most befejezzük. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, remélem. Remélem, hogy túl tudjának tartjátok ezt a játékot a State of Decay-nek, és vagy akár jobbnak is, írjátok meg kommentben a véleményeteket, tudjátok, hogy kíváncsi vagyok rá. És hát hamarosan találkozunk, srácok, sziasztok!